úgy tűnik, mintha Spici az első körbe altatott volna. És most úgy, ahogy legutóbb mondtad, rápatantál a gázra. Értékük a második kört. Másfajta gumikat és beállítást választottunk második körre. Az első körre kettőt hoztunk a három gyorsból, de nem sikerült jól, nem éreztem jól magam az autóba. Így a második körben én úgy gondolom, hogy sokkal jobb volt. Sajnos hosszú gyorsági nem a kedvencünk, mert nagyon rövid a váltóátételünk, és szabályzáson megyünk kilométereken keresztül, úgyhogy sajnos az nem annyira jön be nekünk, de viszont a többi az nagyon jó. Jelenthet ez, úgymond taktikai elemeket a holnapén a folyamán, hiszen a 27 kilométeres gyorsasági szakaszok lesznek. Kell állítani ezen a technikán így? Folyamatosan változtatok az állításokon, de a tavalyitól nagyon-nagyon messze elmentünk, aztán most szép lassan gyalogolok vissza a tavalyunk, úgyhogy ugye lehet, hogy el sem kellett volna menni. Akkor most menjünk egy harmadik körre, utána pedig majd folytatjuk, és megérem, hogy majd hozom híreket Marco Ehrenhornról. Oké, köszönöm szépen. Annyit szeretnék tőled megkérdezni, hogy hogy érzed itt magad a rally? Jól. Tetszenek az autók? Tetszenek. És azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan színű autó, ami nagyon tetszik neked? A Subaru. Na most, hogyha te egy nagy Subaru szakértő vagy, meg tudnál nekem mondani, hogy a legtöbb Subarunak milyen a színe? A kék. Nagyon jó. És tudod-e, hogy ki megy most vele itt a versenyen? Hogyha azt mondom neked, hogy Érdi Tibor, vagy Borsi Gergő, hallottál már erről? Nem, akkor ezt majd megjegyzed. Gratulálok neked, mert rég láttam ilyen jól felkészült fiatalemet, aki így kenivágja Subarut. Megmondanád még a nevedet? Zsoltó. Arra lennék kíváncsi, hogy két kört sikerült teljesítenetek. Úgy emlékszem, hogy az első kör vége felé azért némi nemű probléma lehetett, mert körülbelül 20 másodpercet veszítettél az óra szerint. Értékeld az első két körödet. Probléma nem volt semmilyen. Én azt mondanám, hogy minden két kör, minden hát gyors, nagyon jól sikerült, mivel a szlovák mezőnyt elég sokkal vezessünk, valami 33 vagy 34 másodperccel, ami már eléggé sok, úgyhogy meg vagyunk egyenlően elégedve, nagyon szeretnénk, hogy ez így folytatódna holnap is, meg természetesen még a utolsó két gyorsan is ma. Nagyon sok a felhordás a pályán, úgyhogy annyival nehezebb lesz holnap, ez gyorsabb fog visszafele menni, de hát mindenkinek egyforma lesz a körülmények között. Amikor tegnap beszélgettünk, azt mondtad, hogy némi nemű teszt is zajlik jelenleg, hiszen a Prága is rally sprint óta nem nagyon tudtad az autót kipróbálni. Volt egy rövid teszted igaz Csehországban és Magyarországon is. Milyenek a úgymond éles körülmények között tapasztalatai? Hát, amint az autót érinti, az nagyon jó vele menni, nagyon jól ráéreztem az autóra már az első gyorsan. Igazából emberkor akkor érzi jól autót, hogy működik, ha mérik az étés, és tud menni 100%-ra. Úgyhogy nagyon-nagyon jó az autó, meg kell mondjam. Főleg ez olyan technikás, gyorsan, mint a parásás város volt. Nagyon-nagyon jó a motorja, és minden ötlet, minimum egy sebességgel fel, minden volt fiatban, mert sokkal nyomatékosabb a motor alulról, úgyhogy ezzel jobb az idő. Tarts tovább ezt a jó pozíciót, és utána még beszélünk a mai nap folyamán, hogy így tovább. Több ismerősömet köszönhetem itt Balázs a személyedben. Arra lennék kíváncsi, hogy mi újság van veled, és mennyire hiányzik ez a légkör, ami most itt átitatódik. Lejöttem egy kicsit fájdítani a szívem, mert voltunk itt egy gyorsasági szakaszon. Persze az embernek a szíve ilyenkor azért mondhatnám tényleg azt, hogy megfájul, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy teljesen jól tudom viselni, hiszen ha ez problémás lenne, talán nem is jöttem volna el a versenyre. Örülök, hogy itt lehetek, nagyon jó idő van, gyakorlatilag a verseny, ez egy nagyon kiélezett verseny lesz, én úgy gondolom, főleg még a holnapi napon is, így ahogy az elejét nézegetem, meg az adok-kapok időkülönbségeket, volt, akinek volt természetesen problémája. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis mezőny rázódott össze az idejében is, sajnos miből most kimaradtunk, de hát ezt nem szeretném azért így végleg feladni. Tulajdonképpen ezt az évet több okból kifolyólag is, nem feltétlen csak azért, mert hogy is mondjam, a támogatók nyilván ugye a gazdasági válságnak köszönhetően nem olyan szinten jönnek, mint talán azelőtt. A másik részében én azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan szándékosság is, hiszen ezt az évet szerettem volna amúgy is kihagyni, és csak egy pár futamon akartam részt venni. Meglátom, hogy idén tudok-e egy-két versenyen részt venni, avagy sem, de a jövő évben mindenképpen szeretnénk visszajönni, és nem tudom, hogy még hogy alakul itt a magyar bajnokságban itt a WRC-nek a sorsa és az egyéb autóknak a sorsa, de a jövő évet természetesen szeretném tervezni.
Legutóbb is, amikor beszélgettük, akkor az öröm hír irányába tűk el a beszélgetésünknek a végét. Azt szeretném megtudni, hogy minden rendben van-e veletek Anettal, illetve a kisfiaddal kapcsolatban, minden rendben van-e? Abszolút minden rendben van, gyakorlatilag egy 3 hét akár most már jöhet a bébi, és nagyon várom. Tehát én azt gondolom, hogy ez az életemben egy olyan pillanat, amikor nem várok jobban semmi más, mint hogy a kisfiam megszülessem. Azt kívánom, hogy továbbra is az örömök kísérjék az évedet, utána pedig egy plusz öröm legyen, hogyha újra a pályán köszönhetünk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Igen? Kezdhetjük, anya? Az Eger-Baktai gyorsasági szakasznak voltunk a céljába, aztán jött egy SMS, hogy Tibikével történt valami. Erről kérdeznének, hogy mi történt valójában? Kaptunk egy lassú defektet, és sajnos megforogtunk a gyorsaságin, és egy olyan szitúba keveredtünk, hogy nem tudtunk megfordulni normálisan, 4-5-ször kellett tolatni, mire az autó meg tudott fordulni, ráadásul a szembe irányba, hogy még vissza is kellett fordulni, hát sajnos elég sok benne maradt a gyorságban, egy másfél perc, ami visszavetett minket a 7. helyre, jelenleg az 5. helyen állunk. Ahogy nézem, elindult a mezőny, remélem meg lesz tartva az utolsó két gyorsaság, mert nagyon kellene ahhoz, hogy legalább a nap végén egy VRC mögött a 3. helyen indulhassunk. Akkor tulajdonképpen már készen is van a haditerv arra, hogy a 7-ről hogyan tudnád előrébb veked magad. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami olyan plusz, amit azt mondod, hogy magadba fordultál, és vagy önmagaddal, vagy Zolival, de tisztáztatok? Igazából ez egy versenyszitu volt, tehát lehet, hogy én csináltam valamit rosszul, és attól lett lassú defektünk, de ez sajnos nem van a rallyba. Lehet volna higgadtabban lejönni, és nem megfogni, de hát az ember mindig a maximumot próbálja nyújtani, és sajnos ilyenkor egy hajszálon múlik minden. De hát egy pofon volt most, de megpróbálunk belőle fölállni. Legjobb végszó, úgy gondolom, hogy két gyorsaság után lesz mit rajtad számon kérni. Igen, sziasztok! Két körön, 6 gyorsasági szakaszon, arra kérnélek, Gergő, hogy értékeld az eddigi teljesítményeteket. Hogy sikerült ez a 6 gyors? Igazából az első gyorson voltunk kicsit még magázódóak. Andrissal 4 év mentünk együtt, úgyhogy neki is bele kellett rázódni, nekem is meg kellett szoknom, hogy ő navigál, ha bár ez nagyon-nagyon gyorsan ment, mert úgy érzem, hogy nagyon összeszokottak voltunk. A gumivá...